Gitti Disznyi Gyetván Krisztina védőnő a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, csókolom! És ugye a kismamák, kisbabák egészségvédelméről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a koraszülés megelőzéséről. Hogy mit tehet azért a kismama, hogy védje, óvja magát és ugye a születendő gyermeket is, hogy minél tovább a pocakban maradjon a gyermek, ameddig csak. Hát amíg szükséges, amíg kell. Így van. Igen, és nagyon fontos az, hogy nagyon sok mindenbe sikerült már sikereket elérnünk ebbe az egészségnevelésbe, de hogy Magyarországon a koraszüléseknek a száma, az körülbelül ugyanott mozog az elmúlt évtizedekbe. Tehát ugye ez a 7-8%. De ez mi múlik? Hát ez nagyon sok összetevős. Egyébként tehát maga a koraszüléseknek a száma ott is emelkedhet, hogy azért a várandóságok, azért az anyák, azért a szülési kor most azért az elcsúszik. Tehát, hogy egyre több az idő szülnek. Vagy nagyon korán, mert mindig csak azt hozzuk, hogy későn szülnek. Illetve a késői szüléssel rengetegféle beavatkozás. Hát tudjuk, hogy rengeteg meddőségi, IVF, tehát nagyon sokféle előzmény van az édesanyáknak. Ittettünk egy táblát is, ugye ezek is okozhatnak koraszülést, ugye? Dohányzás, vitaminhiány, cukorbetegség, fertőzések, magas vérnyomás, anyai alultápláltság, mióma, hormonzavarok, tehát ezek a kiváltó okok. Igen, és ott az anyai alultápláltságnál nagyon fontos a fiatal anyák, akik azért saját maguknak is kell energiát bevenni, illetve a picinek is, illetve hát a szociális hátrányos helyzetben lévő anyáknál ez egy nagyon lényeges dolog. A másik dolog, hogy a várandóságra egy felkészülési időszakot kéne, hogy megelőzzön. Mert amikor már benne vagyunk maga a várandóságba, akkor időzelben már elkéstünk. Mert mindig arról beszélünk, és Magyarországon minimális az, hogy egy 3, akár 4 hónapos előkészületnek kéne lenni, amikor odafigyelünk a táplálkozásra, a vitaminokra, például a folsabról tudjuk, hogy mennyi fontos hatása van a magzat szempontjából. Tehát, hogy a legmegfelelőbb lenne a koraszülést, azt megelőzni lehet. Ez az egyik dolog. Ezt mikor kell kezdeni? Hát, hogyha tervezünk egy babát, ami sajnos minimális, legalább egy jó 3 hónap, fél év, az lenne a legideálisabb. Ott meg kell kezdeni, úgy táplálkozni, úgy vigyázni magunkra. Egyébként ez nagyon igaz. Én, amikor a második kislányomra gyúrtunk, akkor elkezdtem fogyókúrázni, mert ugye számítottam rá, hogy hízni fogok a terhesség alatt, és nem akartam ebből később magamnak problémát, és azt mondta a nőgy, hogy na itt állj, ennél többet nem fogyunk, hanem még egy pár kilót. Hát akkor még ilyen problémáim voltak, akkor híznom kellett egy pár kilót, mert azt mondta, hogy úgy sokkal nagyobb az esély arra, hogy egészséges lesz a terhesség és a baba. Úgyhogy ez tényleg így van. Igen, és a súlyra egyébként is most nagyon sokat figyelünk, nem csak a koraszülés szempontjából. Tehát régen azt mondtak mindenkinek, hogy 10-15 kilót hízon. Most már nem. Nézzük azt, hogy milyen kezdő súlyról indul egy várandós, és ahhoz viszonyítva, és van akinek nulla az ideális, mert hogy időzelben tényleg fogynia kell, hogy ne terhelje túl a szervezetét. És ott van a magas vérnyomás, ezt is figyeljük, vagy egy terhességi diabétesz, vagy amire megint odafigyelünk, hogy megelőzze. Illetve hát az életmód. Van olyan várandós kismamánál, van olyan jelzés, vagy olyan tünet, amikor neki sejteni kell, hogyha azonnal nem fordul a szakemberhez, vagy nem reagálja le a dolgot, akkor abból koraszülés lesz? Hát igen, ezt el is szoktuk mondani, nagyon fontos, hogy az anyák tudják azt, hogy akár amikor ilyen alhasi görcsök jelentkeznek, akkor ne incsen, vagy hogyha van egy vérzés, azért a koraszülésnek vannak jellegzetes időpontja is, amikor egy olyan 28. hét után, hogyha jönnek ezek a görcsök, akkor ne incsen, hogy nincsen, majd holnap után megyek nőgyógyászhoz, hanem nagyon fontos, hogy bekerüljön és segítsenek, mert hogy azért ott még nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát, hogyha én nem mentem volna, mert nálam is volt ilyen, amikor a 8. hónap végén jártam, akkor ilyen gyakori méhösszehúzódások voltak, de az elég huncut volt, tehát konkrétan így néha összegörnyedtem, és engem azonnali fekvésre írt ki az orvos, tehát ha ezt nem teszem meg és nem megyek el, akkor lehet, hogy nem várja ki a baba 9 hónapot, a komolyos élet volna rá. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindig figyelni kell a babát, és ez nem csak a koraszülés miatt. Tehát dolgozzunk, csináljuk, tehát a várandóság nem betegség. De ha vannak olyan jelek, amire úgy odafigyelünk, hogy az egyre többet oda kapok a pocakon, és görcsölök, vagy olyan furcsa kis pecsételő vérzés van, akkor ne a várjunk, hanem azt mondom, hogy egy kicsit haza lehet menni, pihenni lehet, fel lehet függeszteni a munkát, tehát hogy figyeljen oda a várandós a saját életmódjára. Hát egy fontos dolog, tehát ember mondjuk vigyáz, mindent megtesznek érdekében, hogy baba ott legyen, amíg neki ott kell lennie. Mégis valami oknál fogva, ha arról szól a történet, hogy mert sokféle ok miatt, persze, genetikai prób, bármi miatt, hajlamosság miatt, mondjuk koraszülés van. Ilyenkor be kell feküdni, vigyázni kell, orvos tud megállapítani, hogy erre ő hajlamos, családtörténet vagy bármi alapján.
Vagy mi az akkor a szülés, ami még nem veszélyezteti a baba egészségét? Tehát mennyivel jöhet korábban, ami még ugye egy egészséges babát eredménye? Ezek nagyon összetettek. Vannak olyan rizikós édesanyák, akiről tudják azt, hogy lehetnek történések, őket lehet, hogy óvatosságból befektetik. Vannak ilyen, hát nézzünk, nagyon sok az ikervárandóság, vagy egy hármas várandóság, tehát hogy az egy kicsit odafigyelünk rá. De egyébként nem szoktak, illetve hát a koraszülés időzelben jó lenne, kiszámítható lenne, de nem. De azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon magas szinten van a koraszülött ellátás, és ha időbe bekerülnek a babák, az édesanyák a kórházba, akkor nagyon-nagyon jó és nagyon jó minőségi ellátást kapnak a mai édesanyák a kórházba, illetve a koraszülötteknél is azért nagyon sokat odafigyelünk, hogy amikor megszületik, hogy mennyire olyan helyen legyenek, az inkubátort letakarják, tehát van egy úgynevezett NIDCAP-es, egy ugyanez, odafigyelünk a koraszülöttre, hogy amíg meg nem születne, tehát az ő valós születési kora, meg amikor meg kellett volna neki születnie, az két különböző, és arra kis burokba tartják, tehát mint a kis magzati korba lenne. Tehát, hogy nagyon összetevős lehet ez a történet. Köszönjük szépen, de mindezekre vigyázzunk, amiket elmondott, és akkor sokkal nagyobb lesz az esélye az egészséges. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.